A legjobbak közé került újra Velkei Ádám, a szervát ültetettek világbajnokságán. Malagában 3 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot begyűjtő cegrédi atléta a 3 aranyból 2-t világcsúccsal nyert meg. A 100 méteres síkfutásban 1:30, 200 méteren pedig 1:20 évvel ezelőtt futott világrekordot adott át a múltnak. De Ádám csapatban is érdekelt a megmérettetésen, az évfogyatékos csapat a kategóriában a 4x100 méteres férfi váltó tagjaként várhatja az eredményhirdetést. Az M4 Sport az év sportolója 2017 díját adó gálát az immár hagyományos, az esemény rangjához méltó helyszínen élő televíziós közvetítés keretében január 11-én a Nemzeti Színházban rendezi meg a Magyar Sportújságírók Szövetsége.